Jó estét kívánok, kedves közönségünk, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Solymosi Tari Emőke vagyok, a művészetelméleti tagozat vezetője. Köszöntöm először is Dávid Katalint nagyon nagy tisztelettel és szeretettel. Dávid Katalin művészeti író, művészetelméleti, művészettörténész, tehát művészetelméleti szakember, ilyen módon szorosan kapcsolódik a mi tagozatunkhoz. És azt hiszem, hogy az ő munkásságát talán felesleges nekem most itt előjáróban bemutatni, vagy a díjait felsorolni, talán azért a Széchenyi díjat megemlíthetem, vagy a Magyar Művészeti Akadémia életmű díját, vagy a Magyar Örökség díjat, de hát számtalan más díja van. Külön nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a kérdező, a beszélgető társ szerepét ezen az estén elvállalta Fekete György, belső építész, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke. Akit szintén nyilvánvalóan nem kell önöknek bemutatni, azért a Kossuth díjat hadd említsem meg, és hát a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, amit néhány hete vehetett át, úgyhogy ez egy friss díj, úgyhogy itt is ezúton is nagyon nagy szeretettel gratulálok ehhez valamennyiünk nevében. Kedves vendégeink, köszönöm, hogy itt vagytok. Ritka pillanatnak, órának lesztek tanúi, mert egy olyan fantasztikus egyéniséggel való beszélgetést tisztelt meg a sors. Most már több mint 40 éve folyamatosan megtisztel Dávid Katával, ami azért nagyon ritka pillanat. Hogy miért ritka a pillanat, én azt úgy érzem, hogy most olyan helyzetben vagyunk Dávid Katával, mint hogyha festők Csontvárival beszélgetnének, vagy az írók I. és Gyulától kérnék, hogy a Dithyrambusz a nőkhöz című fantasztikus versét ő maga mondja el nektek. Vagy mondhatnék építészeti, táncművészeti, népművészeti példákat is, tehát a pillanat ritka. Nem kell ettől nagyon meghatódni, mert emberek vagyunk. Kata ugyanolyan ember, mint mi vagyunk, csak egy kicsit különb nálunk. Csak egy kicsit különb nálunk. A mogul. Nagy mogul. Nagy mogul, akit az élet ura, a teremtő, annyi tennivalóval bizott meg egész életébe, hogy azt gondolná az ember, hogy teljesíthetetlen, és itt van Kata, aki egyszerűen megmutatja, hogy teljesíthető. Katával van egy icipici, sorsunk van egy icipici érintkezés is. A Esztergomi Bazilika kincstárának, a katolikus kincstárának a tervét együtt csináltuk, együtt van kiírva a nevünk ma is a bazilikába. Ő volt a forgatókönyvírója ennek a kiállításnak, és én voltam az a szerencsés belsőépítész, aki ezt a kiállítást megtervezhettem. Aztán, amikor a koronával kapcsolatba kerültem, akkor részt vettem annak a tervezésébe, hogy a Nemzeti Múzeumban a koronát hogy kell elhelyezni. Aztán, amikor a korona ábrázolásának a gyűjtését elindítottam és könyvet készítettem belőle, Kata írta ennek a könyvnek az előszobát, és abban az előszobában mindent elmondott, amit én naív és amatőr gyűjtő nem tudtam a koronáról, és később a kiállításom némelyikét, például Székesfehérváron is, a koronakiállítását is Kata nyitotta, tehát a Kata nem tudott megmenekülni előlem, és én se tudtam megmenekülni előle, és amikor úgy éreztem, hogy beszélgetnünk kell, akkor elmentem hozzá a lakására, és boldogan néztem azokat a Kondor Béla képeket, amiben fantasztikus gyűjteménye van Katának, mert van kvalitás érzéke. Mikor elkezdtem a beszélgető könyveim sorozatát indítani az első kötetbe, az ezredévégi tűnődések, most majdnem hétre, pontosan 20 évvel ezelőtt, Kata legelsők között volt ebben a könyvben szereplő. Faggattam a magyar kultúra millétéről, a kultúrának a hittel, a vallásokkal, a filozófiákkal kapcsolatos vonatkozásairól, és egy fotoművész egy elképesztő fotót csinált Katáról. Fotón ekkora a Kata, és mögötte áll a műcsarnoknak egy gigantikus méretű kamellurázott oszlopa, és azt mondja, hogy ez az ember, akit nekünk a Teremtő adott, ez az ember a maga emberi mi voltába kicsiségével is monumentálisabb, mint a mögötte levő jón oszlop. Elképesztő gondolattársítás ez a dolog így vizuálisan.
Ennek a könyvnek az előszavában én, nekem van itten 10 sorom, amit szívesen felolvasnék nektek. Ez így szól ez a kis szöveg, hogy drága Kata, a 20. század harmadik közepe óta hihetetlen gyorsasággal és változatokban terjedtek el a kultúra jelzős alakjai. Hajlamosak lettünk arra, hogy ne étkezésről, hanem gasztronómiai kultúráról beszéljünk, ne otthonról, hanem lakáskultúráról, ne utazásról, hanem közlekedési kultúráról, és a szerelembe is alaposan belemasszatult a szexuális kultúra fogalma. Aztán van munka, öltözködés, vita, környezetkultúra, különösen azóta, amióta a kultúra valami módon a világban némileg fogyatkozóban van. Azt a szabadságot akarom ilyen hosszú bevezető után adni Katának, hogy mondja meg, hogy a kultúra általános és fantasztikusan gazdag fogalmából mi az, ami őt igazán ebben a pillanatban érdekli, ami foglalkoztatja, amiből persze ő már itt a filmben egy pici ízelítőt adott. A szimbólum. Gondoltam. Én tudom, hogy gondoltad, mert tényleg az. Szóval egy olyan szerencsétlen helyzetben vagyunk, ez nem Magyarországra vonatkozik, és nem Európára. Ez sajnos már, én azt hiszem, világviszonylatban is igaz. Mérhetetlen módon elvesztettük a szimbólumokat. Keresztény ikonográfiával foglalkozom. Azért keresztény ikonográfiával, mert abban a leggazdagabb ez a témakör. És ehhez én el is végeztem a teológiát, mert úgy éreztem, hogy ehhez azért annál többet kell tudni, mint amit az ember általában tud egy vallásról, vagy egy ilyen problémáról. És elkezdtem a szimbólumkutatást. Ez 47-ben volt, szó sincs róla, hogy befejeztem volna. De a sors valahogy úgy hozta, hogy egy ilyen nemzetközi tímhez kaptam lehetőséget. Tehát megosztottan tudjuk a problémát keresni. A probléma elsősorban a fogalom. Ne higgyék, hogy olyan természetes, hogy az ember tudja, mit jelent az, hogy szimbólum. Mert még a latin is fordítja úgy, hogy jelkép. Igen, kérem, de hát a jelkép az analógia, jelkép az embléma. Millióféle jelkép van ebben, hogy különböztetem meg a szimbólumot. Ugye ez az egyik probléma. A másik, hogy a görög eredeti szó, az nem jelképet jelent a szimbólum, hanem összeillesztem, összerakni, egymáshoz kapcsolni. Sokféleképpen fordíthatom, és akármelyik fordítás megfelel. A mai mindennapi ember számára miért szükséges, vagy a hiánya miért káros a szimbólumoknak? Hát a nagy pszichológiai iskolák a 20. században, de most csak kettőt ezek, én nem ismerek mindent, ezt a kettőt azért elég közelebbről. Mondjuk Freudot és Jungot. Tehát ezt az két. Ők azt állítják, és ez nagyon ragaszkodnak, különösen Jung, hogyha az ember önmagának mélységébe, tehát a mély énhez el akar jutni, akkor ez csak szimbólumok segítségével teheti. Ha a szimbólumok nem segítik, akkor az ember nem tud, vagy már nem akar szembesülni önmagával. Ha nem tud szembesülni önmagával, akkor nem tudja, mi a jó és mi a rossz benne. A mély énjében, mi a negatív és mi a pozitív. Ha ezt nem tudja, akkor nem ismeri a saját képességeit. És ha a saját képességeit nem ismeri, nem lehet boldog. A boldogsághoz nem jut el. Ezt már az az okos,
13. századi dominikánus, az az úgynevezett Aquinói Tamás is mondta. Csak ezeken keresztül juthatunk be önmagunkhoz, és ha nem tudunk eljutni önmagunkhoz, akkor a társadalmi neurózist mélyítjük tovább. Minden egyes ember, aki nem tud önmagával szembe kerülni, vagy szembenézni. Szóval, és ez a belső mély pont, ezt úgy nevezi a jungi pszichológia, hogy a szakrális pontja az embernek. Ez hihetetlenül gyönyörű, ez hihetetlenül fontos dolog, mert ez az a pont, ami mindannyiunkat összeköt. Ez az a pont, amiért mindannyian, az szépen fejezi ki a Biblia, amikor azt mondja, hogy Isten saját képére teremtett. Tehát ez az Isten gyermekség, ez a saját képe, ez az a bizonyos szakrális pont, ahova a szimbólumok vezetnek, ahova nem juthatunk el szimbólumok nélkül. Egy nagyon fontos kulcsszót mondott az előbb a Kata, a boldogságot. És ennek van egy bizonyos értelemben egy előzménye, és mi egy órával ezelőtt a könyvtárba. Azért néztem rá. Még azt én tudom, hogy alám játszik a Kata. A Kecske utcai Szent helyen, mondom, van, akik a történetet ismerik, kint a Makovec házban, ezelőtt 10-12 évvel meghívtuk Fraj Tamást, hogy beszéljen egy kicsit az agykutatás különböző eredményeiről, és azt mondta, hogy jó, hogy ő először megpróbálja a bal és a jobb félteke tulajdonságait, szerepét tisztázni, és mondtuk, hogy Tamás, ne, ezt tanultuk is, mi tudjuk, nem baj, én azért elmondom, hogy rendszerezzem nektek, és akkor ne legyen többet róla szó. És ugye eltelt 12 év, és egy fél évvel ezelőtt kaptam egy telefont Fraj Tamástól, hogy szeretnék néhány okos emberrel az akadémián találkozni. És mondtam, hogy köze van a művészethez, amit mondani akarsz. Természetesen különben nem kerestelek volna téged. Eljött a Tamás, és azt mondta, hogy a Tudományos Akadémián, ugye az Agykutató Intézetnek az igazgatója, 5 agykutatóval éveken keresztül megvizsgáltunk 30 olyan emberi tulajdonságot, érzelmet, akaratot, hogy melyik az a tulajdonság közülük, amelyik a leginkább hozzá járul ahhoz, hogy a 180 milliárd agysejtünk karbatartódjék, orvos és gyógyszer nélkül tartson karba egy szervezetet. És azt mondta, hogy akkor most találgassatok, hogy melyik ez az emberi tulajdonság. És ott nagyon okos, ott volt 2-3 Kossuth díjas, meg Széchenyi díjas, ez a beszélgetésen, és mindenki találgatott, és nem, és akkor már hosszú idő volt, és azt mondtam Tamásnak, Tamás, szabad a gazda, mondd el, hogy mire jutottatok ebben a vizsgálatban. És azt mondta, az öröm az, ami az egész emberi testet és lelket kondícióba tartja. Na most ugye az öröm és a boldogság között mintha lenne. Igen, mintha lenne különbség. Az örömnek rengeteg fajtája természetesen, még az is fölmerült, hogy vannak nagyon galád örömök, de ennek nincs a boldogsághoz köze, mert valószínűleg a boldogság azért nem egészen úgy van, hogy csak az én boldogságomról van szó. Az volna jó, hogyha a boldogság tudat családokat, embereket, társakat, nemzeteket is összetartana. Erre borzasztóan kell ügyelni a definícióra. Tudnélik, a boldogság a képességeink kiteljesítése. Tehát, igen, amikor megismerem önmagamat, szembenézek önmagammal, akkor tudom, hogy én mit tudok, mit kell tennem. Mi az, amire a képességeim kényszerítenek, így mondom most direkt, hogy kényszerítenek, és ezt meg kell valósítani. Ha ezt nem teszi meg az ember, akkor semmi. Jung azt mondja, hogy ezek a szimbólumok az emberbe, ezek archetípusok. Tehát ezek az emberré levés pillanatától vannak bennünk. Tudják, amikor azt mondta Vértes, hogy gyerünk ki
vértes szöllősre. Mindig kérdeztem tőle, hogy kint külföldön úgy veszik, hogy ilyen degenere vértes. És kimentük. Akkor még nem volt múzeum. Akkor az ásatás, hát nem fejeződött még be, de már mindent tudtunk. Okos volt Sámuel. Azért hívják Sámuelnek, mert azt mondta Vértes, hogyha ő egyszer talál egy ősembert, az Sámuel lesz. Nem tudom mi, ez volt a hepje. Nos, a Sámuelnek egy koponya részét megtalálták, és abból teljesen rekonstruálni lehetett a koponyát. Mi a lényeg? Az a lényeg, kérem, hogy én megfogtam a Sámuel fejét, és a szemébe néztem. Tehát még az embert is láttam. Megkérdeztem Lacit, hogy miért hívjátok előembernek? Erről ott szó esett. Azt mondjam, ember. Hát miért nem ember? Ez mindent tudott ez a szerencsétlen Sámuel. Azt mondjam, mert nem nevezhetem embernek csak akkor, és ez a ősi régészek között egy megegyezés. Csak akkor, ha amulettet találok mellette. Aha. Ez lehet egy átfúrt csont, ez lehet egy nem tudom milyen fadarabocska, az is legyen lehetőleg átfúrt, amit a kezébe vett a Sámuel, és elkezdett vele kommunikálni. Tehát úgy nézett erre rá, mint amit képvisel, mint ami a telefonra. Mint ami képvisel egy olyan eszközt, amely megengedi, hogy ilyen láthatatlan hatalommal beszéljek, hogy az villám, hogy az dörgés, hogy az jóisten, tökéletesen mindegy. Önmagamon kívül látok valamit. Aki rám figyel, és aki ezért segítségért fordulhatok. Meg kihívást kapok tőle meg. Érted? Na, azért mondom, hogy archetipus. Hogy az emberi levés pillanatáról semmit se tudunk, de azt tudjuk, hogy ahhoz egy szimbólumra szükség volt. 1982-ben Pilinszky halál előtt nem sokkal egy kórházban Pilinszky János az öcsémmel volt egy szobába, két ágy, két éjjeli szekrény, egy asztal, két szék, egy mosdó és egy szeméttartó. Hónapokig feküdtek együtt, én látogattam az öcsémet, de Pilinszkyt nem ismertem és nem nagyon találkoztam vele, és egyszer egy találkozáskor nem volt ott az öcsém, mondta, hogy az elvitték valami tangerton kezelésre, hát üljön le. Ránézett Pilinszky, és azt mondta, hogy uram, ne beszélgessünk? De mondom, beszélgessünk, nagyon szeretek beszélgetni, azt mondja, akkor kérdezzem. És nehéz helyzetben voltam, a kérdésre nem voltam fölkészülve, és azt mondtam, hogy nem régen megjelent ugye a Szálkák című kötete Pilinszkynek akkor, és én megvettem ezt a könyvet, és meglepő dolgok voltak benne, hogy kisbetűvel kezdődnek a mondatok, hogy nincs írásjel a szó végén, van egy belső logikája, érzésem szerint minden vers befejezetlen, csak nem folytatható. Szóval van egy titka. Azt mondta, ez érdekes. És mondom, hogy akkor milyennek a magyarázata? Azt mondja, a magyarázata igazán nincs, én engem nem érdekel, hogy tetszik-e a vers valakinek, kinyomják-e, mi a kritikája, abszolút nem érdekel. Nekem a verset meg kell írnom, mert én a teremtéstől erre kaptam feladatot. Na ez nagyon fontos. Tessék? Ez fontos. Igen, ez a kulcsmondat. Na most kérdeztem, hogy ez hogy van? Azt mondja, hogy van, most van magának ideje, akkor elmondok valamit magának. Én úgy képzelem a mindenséget, hogy a nagyméretek irányába végtelenül nagy, a kisméretek irányába végtelenül kicsi, megismerhetetlen. Tehát az a törekvése az embernek, hogy a mindenség titkára jusson, az tulajdonképpen egy felesleges akció vagy tevékenység. Persze a tudománynak megvan az a feladata, hogy válogassa ki a mindenségből mindazokat a dolgokat, aminek az eredményeként az emberi boldogulás szolgálatába lehet állítani az eredményt, a művészetnek pedig az a dolga, hogy állandóan hozza létre a sohasem voltat. Kulcsmondat. Ez is egy kulcsmondat. És mondom, ez hogy van? Azt mondja, tudja, ez valószínű valahogy úgy volt, hogy
a teremtés, nem is teremtőtől mondott, nem személyt, belenyúl a mindenségbe, a végtelen nagyságú mindenségbe, kilivesz egy porszemet, és azt mondja, hogy Pilinszky János. És ebbe alapvető tulajdonságok vannak, benne van a küldés, csak mellette van az emberi szabad akarat, és egyáltalán nem biztos, hogy a küldés teljesítve lesz. És nekem az a dolgom, hogy azokat a verseket, amiket maga elvasott, és olyannak talált, amilyen, mert ugyan le kell petézni, mondta, akkor egy kicsit elnevettem magam, mert azért nem illetem a komoly gondolatmenetbe, le kell petézni mindenkinek, és a küldés, amilyen tulajdonságokat és képességeket adott nekünk, ki kell fejteni, le kell petézni a magasugrónak is, és a szülésre termett anyának is, és a festőnek is, és az írónak is, mert olyan üresen kell elmenni, amilyen üresen megszülettünk. Ha valaki képességeket, lustaságból, hanyagságból, valami nagyon kellemetlen, nem teljesít ki, az nem tud az ítélet előtt egyszer igazán megállni. Hazamentem, leültem, hát ma már nem élő feleségemmel, és mondtam, te valami nagy dolog történt most, és most meg kellene vizsgálni, hogy én magam személy szerint mire vagyok alkalmas, azon kívül, hogy csinálom az iskolaterveket, meg a kiállításterveket, minden, és akkor kezdtem el könyveket írni, és verset írni, és grafikázni, és beleavatkozni a politikába, és csomó mindenbe, amikor éreztem, hogy valamilyen képességnek legalább alapfokon birtokában vagyok. Ettől vagyok boldog. Ettől vagyok boldog, hogy visszacsatoljak azonnal Katához. A szimbólum egy signum significatum, egy signum reprezentatívum, tehát egy jelkép, ami jelent valamit, egy jelkép, ami reprezentál valamit, de egy biztos, hogy az, amit látok, az a formáció, az nem azonos az értelmével, tehát azzal, amit reprezentál. Tehát a szimbólumot tudni kell. A szimbólum, én látok egy glóriás galambot, akkor nem fogom azt mondani, hogy ez egy de gyönyörű természet ábrázolás, hanem azt fogom mondani, ez a Szentlélek. Vagy azt fogom mondani, ha a katakombákba sétálok, hogy ez az elhunyt lelkének a megjelentetése. Vagy mondjuk azt, hogy egy kezet látok. Többféle módon, de nyitott ujjal. A középkor ember, akit annyira szeretünk lenézni, és mindenfélének elmondani, hogy én hisztériás leszek, amikor elkezdik a középkor színni. Az a középkori ember, ha bement a templomba, és látott ott egy égből lenyúló jobb kezet, azt tudta, hogy az Vox Patris, az az atya szavának a jelképe. Pontosan tudta. És azt is tudta, mert ezeknek gyökerük van, hogy ez hogy keletkezhetett. Mi adott erre jogot, hogy ez egy Isten szavának a jelképe legyen. Tudják, amikor Mózes lejön, már másodszor jön le, mert egyszer már széttörte, másodszor jön le a kőtáblákkal, akkor azt mondja a Szentíró, hogy Isten ujjai írták a szavakat. Ez a mondat hangzik el a Bibliában. Ettől kezdve. Az új, az Isten szava. Tehát mindig van alapja, mindig van gyökere. Rendszerint a Bibliában van ez a gyökér. Mindig van ilyen gyöker, ami értelmet ad, hogy ebből miért lett ez a szimbólum. De ezt tudni kell, a szimbólum csak kommunikációban létezik. Méltóztassanak tudomásul venni. Ha nem tudnak kommunikálni a jellel, akkor az nem hozza azt az örömöt, azt a boldogságot, azt az útbaigazítást, amit ő hordoz. Azt ne higgye valaki, hogy a keresztény jelkép. A csodát. Ez sokkal ősibb jelkép.
tudják, valami nagy disznóság történt Jeruzsálemben. Én most nem akarok belemenni a történetekbe. Ezek ilyen korában vagyunk, és a mindenható megelégeli, és azt mondja, elküldöm az öldöklő angyalomat, hogy pusztítsa el a gonoszokat, de addig senkihez hozzá ne nyúljatok, amíg egy másik angyalt el nem küldök, hogy a jóknak, akik siránkoztak a bűnök miatt, jelölje meg a homlokukat kereszttel. Tetszik érteni? Az, hogy őskőkorba, köveken, mit tudom, 20-30 kereszt van belevésve. Na mostan, mi ez? Ez nagyon érdekes, az az Ezekiel történet, mert a héber ABC utolsó betűje a tav. És azt még a föniciaiaktól átvett jelen, még nem volt meg a héber írás, egy kereszttel jelölték. Ez volt és ez ugyanúgy Isten jelkép volt, mint az utolsó görög betű, az omega. Isten jelkép volt. De egyáltalán általános emberi jel. Csak akkor jön Szent Pál, és azt mondja, azt hiszem a Galatákhoz írja, én nem akarok mással dicsekedni, csak Krisztus Urunk keresztjével. Ebben a pillanatban lefoglalta a kereszténység magának a keresztet. Így lesz kizárólagosan keresztény jelkép a mai időkben. Összeállítottam a bibliai jelképek kézikönyvét, akkor hát az olyan természetes, hogy néha, nem mindig, de néha kíváncsi voltam, hogy honnan a csodából jött ez a jelkép a Bibliába. Akkor jött egy kutatás, amennyi rendelkezésemre állt, vallástörténet, néprajz, a Jóisten tudja, mi minden, régészet, történet, etc. Az időbe vissza. És itt is megtaláltam ezt a jelet, ott is meg, amott is. És tudtam, hogy ez nem az első, hanem a sokadik egyike. Mert az első valamikor ott született meg, amikor emberré leszünk. Erdély Zsuzsannának van egy csodája, ismerik a könyvét, ezeket az ősi imákat, ezek olyan pogány imák, hogy csuda. De benne van az egész emberi világ ezekben az imákban. A nénik, akiktől Zsuzsa ezt följegyezte, azok már betudták helyettesíteni, azt mondták Jézus. Azt mondták, hogy keresztfa, azt mondták, hogy nem tudom mi, Mária. De ezek eredetileg névtelenül messze-messze az időben. Úgyhogy én akkor fölhívtam Zsuzsát, azt mondtam neki, hogy te vagy a lelkek régészek. Rátaláltál arra az útra, ami elvezet be az archetípushoz. Ezeken az imákon keresztül én tökéletesen meg voltam hatva attól a munkától, amit Erdély Zsuzsa végzett. A Fray Tamás történetének van egy utolsó rövid kis fejezete. Ugye a beszélgetés végén azt kérdeztem tőle, hogy Tamás, elmondtad nekünk ezt a örömről, ezt a kutatási eredményt. Miért mondtad el? És az a Fray Tamás, aki ugye klarinétos hangszeres zenész egy zenekarba, és énekel egy kórusba, tehát miközben egy tudományos intézet igazgató és világhírű kutató, kapcsolatban a művészettel, azt mondta, azért mondtam el nektek, mert hát ti vagytok felkenve arra, mint Magyar Művészeti Akadémia, hogy a művészet dolgaival magasabb szinten is foglalkozzatok, és
Nekem az az érzésem, hogy a kortárs művészetek, főképpen a képzőművészet, mintha az örömszerzés, a boldogság tudat kifejtésével hadilábon állna. És ez világjelenség. És akkor elkezdtem én azon gondolkodni, hogy milyen kiállításokat nyitottam meg, és milyen kiállításokat láttam, és melyek voltak azok a kiállítások, ahol nem az önkifejezést, hanem ennek az örömszerző többletnek a jeleit láttam, és nagyon kevés helyen láttam, és valószínűleg a szimbólumteremtéseknek, a szimbólumhasználatoknak, az örömszerzés eszközeinek erről a fantasztikus lehetőségéről egy 7,5 milliárdos emberiségbe, mintha egy kicsit kezdenénk lemondani. Ez egy nagyon súlyos ítélet azokra nézve, akik csinálják, és abszolút felmentés azokra nézve, akik ennek a folyamatosságának az élharcosai, mert azért természetesen jelen van a világ művészetében is, de mintha az agresszió, a szúrás, a lökés, a vér, a szétszedése mindenkinek, mint egy kicsit több volna annál, mint amit egy tisztességes ország, emberi társadalom megérdemelne. Úgyhogy neked erről mi a véleményed? Mi a tapasztalatod, Kata, erről? Hát te egy gyakorló kiállítás látogató vagy is. Igen. Én most csak arra gondoltam, amíg ezt te mondtad, nekem, hát van egy kulcskép ebben a, nem ebben, abban a 20. században, a Guernica. Igen. Amely mindent tudott arról, hogy hogyan kell megfogalmazni. Hogyan kell magunkévá tenni a gondolat, hogyan kell legendát, tehát a szentséget előhozni egy korból, a jót előhozni. A legenda ebben az esetben ugye azt jelenti a középkori értelemben. Igen. Az fantasztikus, hogy tudják, az egészet megcsinálja szimbólumokból. Az egész Guernica úgy, ahogy van, A-tól Z-ig. Már kész volt a kép, másnap bemegy Picasso, ezt én nagyon pontos helyről tudom, hogy így történt, és megáll a kép előtt, hát én elpusztítottam az emberiséget. És most jön, belemártja az ecsetet a tusba, mert ez fekete-fehér, ugye azt tudják, nem színes kép. Ecsetelt a tusba, és ott, ahol fekszik lent ez a szobor, és ugye a kezei ott törten ott vannak, oda berajzol egy kis élő virágot. Ha ez a virág él, akkor az élet tovább megy. Ezzel az egész halált, ezzel az egy pici szimbólummal, hogy ezt a virágot jelképpé emelte, ezzel a picike szimbólummal visszadta a reményt. Ez a művészet lényege, hogy tudjon interpretálni, kitalálni szimbólumokat nem lehet. Hát azt mondtuk, hogy archetípus, akkor azok vannak. De interpretálni igen lehet. Valamikor a jó pásztor az a kis átfúrt csontocska volt ott a barlang ajtajában. Vigyázzon a tűzre, meg vigyázzon a nem tudom mire, ami ott van az én kis vagyonomra. Később a jó pásztor a pásztor lett. Szóval gazdagodott az interpretáció, de az értelme, hogy segítséget kérjek, hogy adjak örömet, hogy adjak boldogságot, hogy adjak reményt az élethez, az az interpretáción, az a művészen múlik. És ezt csak igazából csak művészek tudják csinálni. Az legyen író, vagy akármi lehet, nem kell képzőművész, bármelyik. Csak ők tudják megadni ezt a fajta interpretációt a jelképeknek. Van-e még a szimbólummal kapcsolatban, vagy a fogalomnak a bármilyen kiterjesztésével az kapcsolatban? Az életfa, de azt hadd mondjam el, hogy mi 10 voltunk testvérek, és nálunk
mindenki mesélt mindenkinek, a nagyobbak a kisebbeknek, anya nekünk, az ilyen fajlán nekünk, szóval mindenki mindent mesélt. Mesélte, nem volt tévé, hát persze, hogy meséltek. De az én apám egyetlen mesét tudott csak. És ha rá voltunk bízva, mert mondjuk össze kellett gyűlni az egyik szobában, mert többi, mert mint szellőztetés volt télen este, akkor apa elmondta azt az egy mesét, és ez az életfa, az égigérő fa volt. Égigérő fa volt. Na, én azon nőttem föl. Mi ott ültünk tátott szájjal, mindig ugyanazt elmondta, néha egy kicsit bővített rajta, nem sokkal, szóval nem dúlt a fantázia, de olyan izgalomba voltunk, hogy most sikerül a sárkányt legyőzni, vagy nem sikerül. És amikor eljött az idő, hogy én szívomokkal foglalkozom, akkor azt mondtam, hogy bejött az eszembe. Hát nekem van egy kedvenc jelképem. Ez az égigérő fa, ami Oceániában, a magyar népmesében, Indiában, Kínában, a hinduknál, a Jóisten tudja, hol nem, mindenütt szerepel, a gyökere a mélyben van, a törzse átszeli az ember világát, és a lombja az fönt az égben, és ott a gyümölcs. De az, hogy ezt megszerezzük, tehát az életet megszerezzük magunknak, ahhoz nagyon sok minden küzdelmen át kell menni, azt nem kapjuk ingyen. Ez ugyanaz, mint a bibliai életfa. Mindenről lehet enni, erről a kettőről ne egyetek. Nem egy olyan nagy parancs. Hát ott volt 10 000 fa. Erről, de ők erről lettek. És akkor jött a kitaszítás. Na most, hogy mi az értelme a szimbólumoknak? A középkor embere nem elégedett meg azzal, amit az egyházatyák tálaltak nekik, hogy ez az, hogy az életfa, az tulajdonképpen azonos a Krisztus keresztfájával, ezek analógiák, ez elvitte az életet, jött a halál, ez visszaadta az életet, az örök élet újra a miénk. És akkor az embernek eszébe jutott, hogy ugyanúgy meg kellett küzdeni a győzelemért. Vagy el lehet bukni ebben a küzdelemben, vagy megszerzem az örök életet, vagy nem. A középkor ember azt mondta, hogy na, vissza kell állítani a rendet. És ezért kitalálta a keresztlegendát. Ami sokféle van, sokféle. A második századtól a negyedik századig legalább 15-öt én ismerek, hát hogy hány száz van, nem is tudom. De a következő verziót hadd mondjam el. Ádám haldoklik. És azt mondja a fiának, Szetnek. Te fiam, menj el a paradicsomba. Hát ezek most sétálgattak a paradicsomba, mint én itt. Menj el a paradicsomba. És szólj a kerubnak, hogy adjon már nekem egy ekkora kis gyümölcsöt, nem akarok meghalni. Hát Szet fogja magát, elmegy a kerubhoz, és azt mondja, hogy apám, ezt üzeni, adj már egy, nem adhatok. Isten megparancsolta, hogy ezt őriznem kell, ebből nem kaphatsz. De tudod mit? Én adok egy ilyen kis ágat neked. De várjál, amikor apád meghalt,
tegyétek a szájába, és így temessétek el. Megtörtént. Ebből a kis ágból kinőtt egy csodálatos fa, hogy az mi mindenen ment keresztül az idők folyamán, hát ez a legendának, itt különböznek a legendák, az egyik hírat is csináltak, minden lett. És amikor eljött az idő, akkor ebből ácsolták azt a fát, amiből a keresztfát. Mi ennek a lényege, hogy az ember lelke nem csak nem elégedett meg azzal, hogy a keresztfa analógiája az életfának, hanem egzisztenciát kell kapjon itt a földön, és ebből kell legyen. Ebből kell ácsolni a keresztfát. Úgyhogy a keresztfa a legenda szerint valóban a paradicsom fája. És mindez rokona az égigérő fának. Én egy pillanat a saját monológiaimat, avval a Pilinszky történet utolsó záró mondatával folytatnám, vagy fejezném be, hogy a kulcsmondatot nem mondtam el a történet végén, mert mikor azt mondta, hogy ugyanolyan üresen kell meghalni, mint hogy megszülettetek, le kell petézni, akkor kérdeztem, hogy miért? Azt mondta, mert aki képessége, tehetségeket kapott, annak el kell számolnia egyszer. Na ez nagyon jó. És ez a kulcsmondat, el kell számolni. Tehát az író, a költő, a színész, a táncos, a népművész, a irodalmár, a versírő és mindenki építész. A talentum nem az vicc. A dolga, hogy a kapott képességeket kiteljesítse, mert el kell számolni. Különben az egésznek semmi értelme nincs. Igen. Akkor az olyan, vagy megyek színházba, vagy nem. De a színésznek el kell számolni a tehetségével, az egy irtózatos kötelesség, és hogyha sikerül, akkor csodával határos. Ez a nagy vigasztalás tulajdonképpen az idős generáció számára halál közelben. Ez a legnagyobb vigasztalás, hogy el kell számolni, és akkor megkapom azt az ítéletet, hogy részese leszek-e az örök életnek, vagy nem. De teologizálni nem akarok, hanem én lefordítom az általam tudott dolgokat a praktikus napi gondolkodásra, mert én egy ilyen termény, nekem van egy mérnök énem is, és én egy ilyen természetű vagyok, és nem vagyok filozofus és művészettörténész. Egy apróságot szeretnék hozzátenni a tanárnő által említett szimbólumvesztéshez. Én hallottam egy ilyen számomra borzalmasnak tűnő hozzászólást arról, hogy miért vannak bizonyos templomokban olyan jelek, amin egy halott ember lóg? Hogy lehet erre a megjegyzésre válaszolni? Mit lehet annak mondani, aki csodálkozik azon, hogy miért az a mi vallásunk szimbóluma, hogy lóg egy halott, ami egy szörnyű dolog, egy fán? Mit lehet erre válaszolni? Mit lehet? Nem tudom. Na mondja. Nekem nincs erre kész válaszom, de szeretném megkérdezni. Nekem van egy sajátságos véleményem, engem ez sokat foglalkoztatott, és bár nem vagyok művészettörténész, és nem tudok a Krisztus ábrázolások kronológiájának fontos állomásait mondani, de én tudom, hogy a középkori keresztek és a koraiak, azok nem a szenvedést, nem a vért, a Krisztus általában nem függ, a Krisztus lebeg. A Krisztusnak a keresztre feszített Jézus Krisztus ábrázolások, azok a halálnak és a feltámadásnak és az áldásosztásnak az is. Én számomra közös szimbóluma. Na. És mikor megjelent az a film, az az amerikai film erről az emberi szenvedésnek, erről az abszolút, fel voltam háborodva, és ott hagytam a filmet. Az engem felháborított, mert én nekem a Krisztus, az a feltámadott Krisztus jelenti alapvetően, ami alatt természetesen ott van az értem hozott áldozat is, a halál áldozata is. De hát ezt te jobban tudod, Kata, hogy ez... Nem. Erre igazából nincs válasz, mert akkor el kellene mondanunk, hogy én azt úgy el tudom képzelni, amikor megtörténik a bűnbeesés, és azok ott fent a háromság. De ugye ott ülnek, most mit csináljuk? És akkor az... meg kell váltani őket. És így jön
valahogy. De így jön. Az a megváltás az biztos, hogy kulcs szó ebben a magyarázatban, csak nem tudom most még végigmondani, de az egy kulcs szó. De ami a korai kereszteket, illetőleg megjelent a kereszt ikonográfiai és teológiai értelmezése az első évezredben. Folyton ilyen címeket adok. És ott a leges, legkorábbi kereszteken meghal, csak nyitott szeme van. Mert megkövetelték, hogy az Isten is benne legyen. Ezért nyitva van a szeme. De a vér, a lángya, hogy vér és víz folyik ki. És azt úgy csinálják, hogy egyszerre ábrázolják a betört lángyát, és a szivacsot, tehát még az élőt, még él, és odaadok neki, hogy enyhítsem a fájdalmát. És a szívében már ott van, tehát meghal, és mégis élő Isten. De ez nem vigasztaló annak, aki nem tudja a megváltás szót, nem vigasztaló. Akkor is érthetetlenül fog állni. Igen, igen. Ugye a művészettörténetben, ez nagyon jó, amit az elnök úr mondott, hogy változik az ábrázolás, és változik a jelentése is. Ugye a reneszánsz idején Michelangelo feszülete, ami egy korai munka van neki a San Martino al Monte nevű firenzei templomban, az egy szép testű fiatal embert ábrázol. Tehát a reneszánszban ábrázolták így. Ugye a németalföldi, valamivel korábbi németalföldi ábrázolásban a teljes horrort ábrázolták, kicsit mint a Mel Gibson, ami igazából arról is szólhat a Mel Gibson féle film, hogy bizony ember volt, és ilyen borzalmasan szenvedett. Kétségtelen, hogy a hús túl van hangsúlyozva a filmben, de valami módon a megtestesülés is benne van, legalábbis a keresztény felfogásban, mert hiszen élt Krisztus, mint ember. Tehát a dolog kicsit bonyolultabb, de a művészettörténetben többféle ábrázolást találunk. Hát a 7. századtól már királyi palástot kap. Igen. Kétségtelen, hogy a feltámadott Krisztus ábrázolása ritkább, mint a halott Krisztusé. Így van. Ez nem olyan kérdés, hogy nehéz, ez megválaszolhatatlan Azlan, kérdés. Igen. Ez nem nehéz kérdés, ez én tudom a válaszom, de mit érek azzal, aki nem úgy gondolkodik a kérdésről? Ezért megválaszolhatatlan. Ugyanakkor, amikor belép arra a részre, amikor a Sebastiánhoz megy az út, tudjod belül. És ott van 14 stáció. És azok nem a halál stációja, mint nálunk, hanem kezdődik a feltámadással. És aztán befejeződik, hogy várják az apostolok a Szent Lelket. Az a 14. Ugyanakkor tehát a halottak földjén, ott a katakombákban, a 14 stáció nem a szenvedés, hanem a feltámadás dicsőítése. Igen, örülök, hogy a mai beszélgetésünk végén a feltámadás szó volt az utolsó szó. Ez mindenféleképpen mindannyiuknak öröm. Én meg kell, hogy köszönjem, hogy itt voltatok, és ilyen nagyon komoly érdeklődésre tartott számot Katának a beszélgetése. Én úgy érzem, hogy az ember életében vannak korszakalkotó hatalmas csodák, és vannak olyan csodák, amelyek az ember mindennapjait is érinthetik. Én a Katával való találkozást mindig ilyen mindennapi, és nagyon idézővel tett mindennapi csodának tartom. Köszönöm Katának, hogy itt volt, és nagyon remélek, hogy máskor is fogunk ilyen és hasonló témákba találkozni, mert van mit tanulni nekünk, minél idősebbek vagyunk, annál inkább rájövünk arra, hogy egyre kevesebbet tudunk. Az ember gondolkodása pont a fordítottját sugálja ennek, nem így van. Mi hajszál ilyen egyformakorúak vagyunk a Katával. Én 94, ő 80 valamennyi. Hát ne gyere nekem, hogy egyformakorú. Majdnem a gyerekem lehetsz. Afrikában élek a gyerek. Úgyhogy Katának külön köszönöm, hogy itt volt, és veletek lehetett. Tartsátok meg jó emlékezetetekbe ezt az estét. Most köszönöm, hogy itt voltatok, Katának késcsókom. Melyiket szereted, a balt vagy a jobbot?